Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma szeretne az élő órához csatlakozni. Egy picit előbb bekapcsoltam a videót, hogy legyen idő észrevenni, hogy elindult. És ma én fogom tartani az órát, és a jövő héten pedig Anikó fogja tartani a jóga órát. Úgy gondoltam, hogy a mai alkalommal kicsit jobban fogunk fókuszálni a csípő területére, a medence területére, és mindemellett természetesen jól átmozgatjuk a gerincet, és gerinc kímélő módon fogjuk mindezt tenni. Még amit szerettem volna elmondani, hogy remélem, hogy hallotok, majd szeretnék visszajelzést kérni arról, hogy jó-e a hang, illetve jó-e a kép, hogy láttok-e rendesen. Remélem, hogy jó lesz az internet is, és nem szakad meg az adás. Sajnos volt már ilyenre példa, ha ez megtörténik, akkor próbálok minél hamarabb visszacsatlakozni. És remélem, hogy értékelitek azt, hogy anyukám gyönyörű kertjéből jelentkezem. Nagyon szép rózsabokor van mögöttem, az illata is csodás. És hogyha tehetitek, akkor ti is menjetek ki a szabadba jógázni. Nyilván, hogyha van erre lehetőség, mi is megpróbáljuk ezt tenni. Jól van. Amire szükség lesz a jogaszőnyegen kívül, az egy pléd vagy párna, hogyha a térded érzékeny, akkor ezt mindenképpen érdemes kipárnázni. Úgyhogy remélem, hogy nincs más dolog. Ha bárkinek kérdése van, akkor ezt most még felteheti, amíg látom, itt közel vagyok a kamerához. Illetve az nagyon fontos, hogy mindenki csak annyit csináljon, amennyi jól esik, csak azt csináld, ami nem fáj, és tartsd be a fokozatosság elvét, hogyha már nagyon régóta nem jogáztál, akkor csak szép, finoman, jó, nem kell erőltetni a dolgokat. Úgy terveztem, hogy először minden pószt egy kicsit dinamikusabban fogunk csinálni, ez nem azt jelenti, hogy gyorsan, hanem hogy légzésre mozgunk, és utána pedig egy picit ki fogjuk tartani ezeket a pózokat. Jó, én azt hallom, hogy harangozik a templomtorony, úgyhogy 6 óra van, és akkor el is kezdjük az órát. Kérlek, hogy akkor helyezkedj el a jogaszőnyegeden, én is ezt teszem. Én ide készítettem magamnak egy párnát, de most úgy fogunk kezdeni, hogy ha ülni szeretnél, akkor nyugodtan ülhetsz, hogyha térdfájós vagy nem tudsz ráülni a sarkadra, akkor nyugodtan ülhetsz bármilyen pozícióban a ráhangolódáshoz. Hogyha ez megy, akkor csinálj egy nagyobb terpeszt a két térdet között, úgy ülj hátra a sarkadra, és innen fogunk egy picit előre nyújtózni egy babapóz és egy sasanka ászana közötti helyzetbe. Itt pedig a két alkarodat finoman engedd össze, és erre helyezd rá a homlokodat, engedd nyílni a mellkasodat, és úgy csináld ezt a terpeszt, hogy a mellkasod, a hasad és a mellei könnyedén elférjenek. És így ráengedett finoman a homlokodat a két karodra, és puhán elkezded megfigyelni a légzésedet. Először csak figyeld meg, hogy milyen a saját légzésed ritmusa, hogy gyors, lassú. Hogyha valamiért nem esik jól ez a póz, akkor nyugodtan változtass rajta. Hogyha valakinek nagyon magas a vérnyomása, és nem szed rá gyógyszert, vagy nincs beállítva, akkor inkább ülésben helyezkedjen el. És kezd el megfigyelni a légzésedet, ami a jelen pillanatba húzza a figyelmedet. Figyeld meg, ahogy hozzáérsz a jogaszőnyegedhez, ahogy hozzáérsz a talajhoz, ahogy a gravitáció húzza lefelé a tested súlyát. Figyeld meg a belégzés és a kilégzés hosszát. Lazíts. Tudatosítsd, hogy most mozgatni fogod a testedet. Tudatosítsd, hogy biztonságban vagy a joga gyakorlásod során, és hogy ezt az időt magadra szánod. Ez az idő csak a tiéd, megajándékozod magad a figyelmeddel, megajándékozod a testedet a szeretetteljes figyelmeddel.
aztán óvatosan, ha behunytad a szemed, akkor finoman kezd el kinyitni a szemeidet. Bontsd a tartást, bármelyik tartásba is voltál, és helyezd vissza a két térdedet párhuzamosba, és most mindenképpen gyere négy kézláb helyzetbe, és kezdj el megnyújtózni a két kezeddel, úgy, hogy a combod az merőleges marad a talajra. És ahogy megnyújtózol a két karoddal, kezd el beengedni a mellkasodat a talaj felé, viszont maradjon egy picit most aktív a törzsed, aktív a fejed, mert be is tudod engedni, lehet, hogy valaki annyira laza, hogy egészen leír a homloka, meg a két alkarja a talajra. Most kezd el beletolni a két tenyeredet a talajba, és aktivizáld a törzsedet, ahogy tolod el magad a talajtól, és figyelj arra is, hogy ne billensd a medencédet nagyon homorításba a hátadat, hanem kezd el egy picit magad felé húzni, a bordáid felé húzni a medence csontnak a tetejét, és úgy nyújtózzál előre. Ezzel egy nagyon érdekes érzést tapasztalhatsz a hátadban akár, vagy a mellkasod közepében, akár a vállaidban. Nagyon jót tesz ez a gerinc nyújtózás. A következő belégzéssel emeld ki a mellkasodat, és gyere vissza a két tenyereddel négy kézláb helyzetbe, és a következő kilégzéssel kezd el domborítani a hátad a medencéből indítva a mozdulatot, majd nézd meg a köldöködet. Aztán belégzéssel megint csak a medencédből kezd el a mozdulatot homorítani, és finoman nézzél előre, legutoljára jön a fej, megint medencéből indít a domborítás, szépen lassan, csigolyáról csigolyára finoman. Ezt azért csináljuk lassan, és azért is érdemes lassan csinálni, mert hogy megmutatom, hogyha gyorsan csináljuk, akkor ez nem csigolyáról csigolyára történik, hanem egyszerre mozdul a gerinc. Viszont hogyha elkezded a medencédből indítani ezt az egészet, akkor szép lassan meg tudnak nyújtózni a csigolyáid, és így tudod növelni a teret a csigolyák között, hogy a porckorongok fel tudjanak lélegezni. Ami nagyon jót tesz, pláne annak, aki nagyon derékfájós vagy hátfájós. A nyújtóztatás az egy nagyon szuper dolog a hátnak. Aztán állítsd meg a mozgásodat, és a következő belégzéssel kezd el megemelni a jobb karodat, nyújtózd meg felfelé, aztán kilégzéssel engedd vissza a kezed. Belégzéssel emeld meg a bal karodat, nézzél utána, hogyha lehet, és kilégzéssel engedd vissza. Ezt folytasd tovább saját légzésre. Az sem baj, hogyha csak eddig jön fel a karod. Ez egy nehéz gyakorlat, és az lehet még itt a hiba esetleg, hogy elkezded kivinni oldalra a csípődet, hogy úgy könnyebb megemelni, hogy én most azt csinálom, ami nem jó. Tehát kiviszed oldalra a csípőd, és úgy magasra tudod emelni a karod. Medence marad, és úgy emeled meg a karodat, egyiket és másikat a légzés ritmusában. A belégzés mindig tár a mellkas, és a kilégzéssel finoman visszatérsz a talajhoz. Állítsd meg ezt a mozgást, és a következő belégzésre egy kicsit nehezítünk ezen a gyakorlaton. Hátra nyújtóztatod a jobb lábadat, leteszed a belső talpéledet a földre, és magad előtt elhúzod a karod, egy nagy kört csinálsz, és úgy engeded vissza a kezed, visszaengeded a térded. Jön hátra a bal láb, belégzéssel megemeled a bal karodat, nagy kört rajzolsz, és kilégzéssel visszaengeded. Hogyha ez nagyon nehéz, akkor a lábakat nem kell hátra nyújtóztatni, hanem csinálhatod csak azt, hogy hátra nyújtózol a karoddal a lábad nélkül. Viszont ez igen jó egyensúly gyakorlat lehet, illetve jobb a agyféltekés gyakorlat lehet, hogy elkezded megmozdítani a lábadat is és a karodat is egyszerre. Lehet, hogy ide fog jönni a kiskutyám, ne ijedjetek meg. Belégzéssel jól megnyújtózol, és amikor a bal oldalon is végeztél, akkor állítsd meg a mozgást, és nyújtsd ki hátra a jobb lábadat. Feküdj le! Emeld meg a bal karodat előre, és nyújtózz aktívan, ellentétes karlábbal, közben kezd el behúzni a hasadat, figyelj arra, hogy ne lógjon a hasad, ne legyen homorulat a derekadnál, hanem behúzod a hasad, és úgy nyújtózol ellentétes karlábbal. Figyelj, következő belégzéssel bal kar van elől, emeled a bal karodat egy negyed szögben felfelé, majd megint megnyújtózol előre. Bal kar emel, belégzés, kilégzés, visszahúz. Belégzéssel csavarodsz egy picit, nyújtózol fel, kilégzéssel vissza, és visszaengeded finoman a kezed, visszaengeded a lábad.
megnyújtózol most a bal lábaddal hátrafelé, tolod a sarkad aktívan, majd megnyújtózol előre a jobb karoddal, és úgy csinálsz, mintha széthúznád az egész testedet, nyújtózol aktívan, húzod be a köldöködet, figyelj, hogy ne legyen laza a hasad, hanem eltolod magad a földtől, és aktív vagy. Innen jönnek a negyedkörök, belégzéssel nyújtózol fel, és kilégzéssel húzod előre a karodat. Belégzés megemel, és kilégzéssel vissza. Még egyszer belégzés, és vissza. És utoljára belégzés fel, és kilégzéssel visszaengeded a karod, visszaengeded a lábad. Ülj hátra a sarkadra, egy picit mozgasd át a csuklódat, hiszen nagyon sokat támaszkodtunk, akinek érzékeny a csuklója, az könnyen megérezheti ezt, de az a jó hírem van, hogy ehhez azért viszonylag könnyen hozzászokik a csukló, hogy ha kap terhelést. A másik dolog meg azért lehet jó egy picit terhelni a csontokat, mert hogy ezzel lehet segíteni a csontritkuláson. Jól van, belégzéssel, figyelj, kezdj el megnyújtózni mindkét karoddal felfelé, tárd szét egy picit a térdeidet, és alázatosan borulj előre. Most engedd a mellkasodat süllyedni a talaj felé, picit be is ringathatod magad a talaj irányába. Jól esően nyújtózz meg, pihenj egy picit. Aztán húzd beljebb az alkarjaidat, úgyhogy a két könyököd az pont a vállad alatt legyen, és megint csak karkörzéssel folytatjuk. Itt forgathatod felfelé a tenyeredet, ezzel is egy picit lazítasz a csuklókon. Belégzéssel tehát emeld meg hátrafelé, és hátulról előre húzod a karod, minthogyha gyorsúszást, kartempót csinálnál, csak sokkal lassabban. Majd jön a másik oldal, nyújtózol nagyot, és finoman vissza. Jól átmozgatjuk a vállizületeket, a mellkast megnyitjuk, és közben érezheted azt is, hogy elkezd csavarodni a gerinced, ahogy nyújtózol felfelé, és hogyha még utána is tudsz nézni a kezednek, akkor a nyaki gerinc szakaszát is megdolgoztatod, illetve az egyensúlyi szervrendszeredre is egy picit tudsz hatni azzal, hogy megmozdítod a fejedet, hiszen az egyensúlyi szervrendszer ugye a fülben helyezkedik el. Még egyszer nagyot nyújtózol, és kilégzéssel engedd vissza. Most támaszkodj le a két kezeddel, emelkedj fel, hátul forgasd a lábfejed, és egy lefele néző kutyapózba gyere, még finoman, lassan megemelheted a sarkaidat, hajlíthatod a térded. Az a fontos, hogy érezd, hogy nyújtózik a hátad, az ülő csontjaiddal felfelé törekedsz és hátrafelé, a te két kezedet pedig tolod-tolod bele a talajba. Innen elkezdesz szép lassan lépcsőzni a lábaddal, figyelj arra, hogy ne legyen ez gyors, hanem tényleg próbáld meg a figyelmedet a test érzeteiden tartani, anélkül, hogy mint egy aerobik órán te diktálnád a ritmust, hanem egyszerűen csak hagyd, hogy a légzésed vezessen téged. Állítsd meg a mozgást, és kezdj el előre sétálni, és amikor előre sétáltál, erősen hajlítsd be a térdeidet úgy, hogy a két combodra ráfeküdjön a mellkasod. Az is lehet, hogy ehhez nagyon-nagyon erősen kell hajlítanod a térdeidet, és egy picit lógasd a fejedet, hogy a fejedben az agyad szinte vért kapjon, és innen még erősebben hajlítsd a térded, nézzél előre. Emeld ki a vállad, hajlít a térd, nagyon dolgoznak a combjaid, és belégzéssel kezdj el finoman felemelkedni, úgyhogy egyenesen tartod a hátad, megnyújtózol egy nagyot, és a kilégzéssel lágyan visszajössz a középpontodba. Figyelj, a belégzéssel kezd el megemelni a karjaidat, nyújtózz magasra fel, kilégzéssel hajlítsd a térded, és minthogyha megérintenéd a két lábszárad oldalsó részét, gyere egy pici székpózba. Belégzéssel nyújtózz fel, kilégzéssel húzd hátra a könyököket. Belégzéssel nyújtózz előre, kilégzéssel húzd hátra a két könyöködet. Ez volt a múltkori órán is, azért ismételjük, hogy legyen valami ismerős. Belégzés nyújtózz fel, kilégzés húz hátra, mint egy villa, mint egy vasvilla, úgy nyújtózol, belégzés fent, és kilégzés hátul. Figyelj, tartsd meg egy picit, ugye mondtam, hogy először dinamikusan fogjuk csinálni a pózokat, aztán benne maradunk. Nézzél előre, húzd hátra a vállad, húzd hátra a könyöködet is, amennyire csak lehet, és belégzéssel megint nyújtózz egy nagyot felfelé,
szorítsd össze a fenekeidet, és csinálj egy káli mudrát, ami olyan, mint egy pisztolytartás, és avval nyújtóz felfelé. Ahogy szorítod a fenekeidet, érezheted, hogy a medencéd egy neutrális helyzetbe kerül, és így törjél a magasba a két ujjadon keresztül, ami megmutatja az irányt, hogy merre felé nyújtózol. Közben érezheted a talpaid alatt a biztonságos talajt is. Óvatosan bontsd a kéztartásodat, és tedd a kezed csípőre. A következő belégzéssel kicsit csípőszéles terpezbe álljál, és kezd el megemelni a bal lábadat hajlítva, és köröket kezdjél el kifelé rajzolni a bal térdeddel, anélkül, hogy letennéd a térded, illetve hogy letennéd a lábad a földre, hogyha ezt lehet. Persze, hogyha nagyon nehéz, akkor mindenképpen tedd le a lábad. Nézzél ki egy pontot magad előtt, és abba kapaszkodj a figyelmeddel. Aztán jöhet befelé is egy pár térdkörzés. Ez már egy elég jó kis haladó egyensúlyi gyakorlat, hogy egy lábon mozgatod a másik lábad. Állítsd meg a mozgást, és engedd vissza a lábad a talajra. Figyeld meg, hogy van-e különbség a két lábad érzetei között, anélkül, hogy ezt megítélnéd. Csak szeretetteljesen figyeld meg egyik és másik lábad, majd lazíts újra a térdeiden, és a belégzéssel emeld meg a másik lábad, és kezdjél el kifelé köröket rajzolni a térdeddel. Szép lassan. Erre is figyelj, hogy ne legyen gyors a mozgás, hanem inkább szép lassú, és a légzésed kísérje a mozdulatot. Aztán jöhet befelé is a körzés, nézd ki magad előtt egy pontot, abba kapaszkodj a figyelmeddel, és figyeld meg közben, ahogy átmozgatod, finoman lágyan a csípő ízületedet. Aztán állítsd meg a mozgást, engedd vissza a lábad a földre, egy pillanatra itt is figyeld meg, hogy van-e különbség a két oldalad között, anélkül, hogy ezt megítélnéd. És fogadd el azt, ami van, amit most mutat a tested neked. Aztán állj el a szőnyeged elejébe, és a következő belégzéssel kezdj el megnyújtózni mindkét karoddal felfelé. A kilégzéssel megint ülj hátra székpózba, és most húzd a két kezed a szívedhez. Innen belégzéssel nyújtóz ismét fel. Kilégzéssel a bal karoddal, ha lehet, érintsd meg egy pillanatra a jobb térded. Belégzéssel nyújtóz megint fel. És kilégzéssel most a jobb könyököddel érintsd meg a bal térdet. Hogyha nem tudod hozzáérinteni, az sem baj, csak egy picit csavarodjál. Belégzés felnyújtózol, és kilégzéssel térd és könyök egy pillanatra érint. A belégzés megnyit, és a kilégzés finoman csavar. Figyelj, amikor csavarsz, akkor próbáld meg a figyelmedet a köldöködre irányítani, és befelé és felfelé húzni a köldöködet, miközben ezt csinálod. Tehát ne csak egy egyszerű torna gyakorlatot végezz, hanem kísérd a figyelmeddel azt, hogy mi történik a testedben. Azért is jó, hogy lassan mozgunk, hiszen nem csak az izmunkat dolgoztatjuk, hanem a figyelmünket is a jelenben tartjuk. A testünket ugye megajándékozzuk ezzel a szeretetteljes figyelemmel, ami nem ítélkezik. Következőkbe benne maradunk, nyújtózz meg fel, és a kilégzéssel, ha lehet, érintsd hozzá a könyököd a térdedhez, az is lehet, hogy egész mélyen bele tudsz menni a pózba, hogy a felkarodat érinted a térded külső részéhez, de mindenképpen maradjon a mellkasod előtt a két tenyered, tehát hogyha nagyon eltolódik a kezed, akkor inkább gyere visszább, és a köldöködet próbáld feljebb emelni, és úgy nézzél felfelé. Itt a két térd egy picit el van csúszva egymástól, az teljesen normális, ne aggódjál azon. Aztán a következő belégzéssel bontjuk a tartást, nyújtóz fel, és a kilégzéssel a másik oldalt is egy picit megtartjuk. Választ ki a számodra megfelelő pozíciót, vagy a térded külső részéhez érinted a könyöködet, vagy pedig a felkarodat, és úgy nézel felfelé. Köldöködre vidd a figyelmed, és húzd felfelé a köldöködet, ebbe az irányba. És a két kezed, ha lehet, akkor tartsd a mellkasod előtt. Figyeld meg, hogy a hátadban hol érzed ezt az erős csavarást.
Belégzéssel bontjuk a tartást, gyere, nyújtózz meg felfelé, és kilégzéssel lágyan engedd le a karjaidat. Figyelj! Belégzéssel kezd el megemelni a jobb lábadat, és kezd el megemelni a karjaidat is. Kilégzéssel nagyon puhán érkez vissza a talajra, úgyhogy a térdeid egy picit hajlítod. Belégzéssel emeld meg a bal lábad is a karjaidat, és a kilégzéssel finoman ugyanúgy érkez meg a talajra, mint ahogy egy pillangó rászáll a virágra. És a virág meg se rezzen szinte, nagyon puhán érkezünk meg a talajra. Nem úgy, mint a szumó harcosok, hanem mint egy kis bogárka a levélre. Pehely súlyúan érintjük a földet. És még egyszer a bal lábbal nyújtózunk fel, aztán finoman vissza. Figyelj, belégzéssel emeld meg a jobb lábadat, és egy jó nagyot lépjél hátra most. Hogyha nem sikerült nagyot hátra lépni, nem baj, akkor igazítsd be a terpeszedet, és itt arra figyelj most kérlek, hogy hátul tartsd fent a sarkadat. Ezt sok embernek úgy látom, hogy nehéz, mert ide-oda állnak a sarkok, hogy a bokát kifordul, meg mindenfele nyeklik, boklik, csuklik a boka. Ha ez nehéz, akkor csinálj kisebb terpeszt, és úgy emeld meg a sarkadat, hogy minél magasabbra tud megemelni. Ez itt fogod érezni egyébként a csípőd elejében, a csípőhorpasz izomnál, és itt kezdj el megnyújtózni felfelé, majd a kilégzéssel hajlítsd mindkét térded, anélkül, hogy leérintenéd a földre. Belégzéssel nyújtózz fel, és kilégzéssel hajlítsd. Itt arra figyelj, hogy a térded, az előlévő térded, az ne nagyon előzze meg a bokádat, tehát hogyha kisebb terpeszbe vagy, akkor is inkább a hátsó lábad térdét hajlítsd egy picit jobban, vagy nem kell olyan nagyon mélyre menni. Jó, ezt lehet ilyen egész finoman is csinálni, akkor is ugyanolyan jól hat a gyakorlat. És a következőre, figyelj, elkezdünk csavarodni, megnyújtózol fel, a lábmozgás ugyanez, csak jön előre a jobb kar, és hátra a bal kar. Belégzés fent, kilégzés jobb kar elől, hátul a bal. Belégzés, nyújtóz fel, és csavarunk is. Hogyha tudsz, akkor nézzél hátra a kezedre, illetve a kezed felé, és a következőbe benne maradunk, megtartjuk egy picit, ha tudsz, nézzél hátra, figyelj, belégzéssel gyere fel, és kilégzéssel húzd a két kezed a szívedhez, hajlítsd be elől a bal lábad térdét, és közelítsd a jobb könyöködet a bal térded külső részéhez, és úgy néz felfelé. Ha ez nagyon nehéz, akkor hátul engedd le a térded a földre. Tartsad ezt egy picit. Köldöködet emeld el a combodról, nyújtózd meg vele felfelé. Ha nagyon nehéz és billegős a póz, akkor mindig nézd le a földre. Az segít egy picit fókuszálni. Figyelj, belégzéssel bontjuk a tartást, gyere, nyújtózz meg felfelé, és kilégzéssel engedd le a kezedet, és lépjél előre. Belégzéssel nyújtózz fel a karjaiddal, és kilégzéssel húzd a két kezed a szívedhez, namaszté tartásba. Picit figyeld meg a légzésedet, a szívverésedet, az is lehet, hogy felgyorsult akár a pulzusod. Aztán lazíts a térdeiden, és a következő belégzéssel emeld meg a karodat, mindkét karodat, és emeld meg most a bal lábadat. Aztán innen jó nagyot nyújtósz hátra, lépjél hátra. Itt ugye megbeszéltük, hogy vagy kicsit, vagy nagyot lépsz, hátul viszont tartsd fent a sarkad. Ezt úgy tudod legkönnyebben megtenni, hogyha behajlítod a bal lábad térdét. Belégzéssel nyújtósz egy nagyot fel a karjaiddal, kilégzéssel mindkét térdet hajlítsd, és hozd a két karodat oldalt. Belégzés felnyújtózol, kilégzéssel oldalt vidd a karjaidat. Ezt folytasd tovább saját légzés ritmusban. Nagyon fontos, hogy a lélegzeted vezessen, ne pedig az elméd. Könnyen átveszi az elme a kontrollt, hogy mondjuk unalmasnak találja az éppen zajló eseményeket. Viszont, hogyha a figyelmedet tényleg belehelyezed oda, amit csinálsz, akkor semmi, de semmi nem lesz unalmas. Ez a meditáció kulcsa is egyébként. Jön a csavarás, figyelj, ugyanez a lábmozgás, csak csavarsz egyet, belégzés vissza fel, kilégzés csavar, belégzés fent,
és csavar, én már érzem nagyon a combomat, remélem, hogy ti is. Csavarunk, figyelj, belégzéssel nyújtózz fel, húzd a két kezed a szívedhez, elől hajlítsd a térded, és megint csavarásba jövünk, a könyököddel érintsd meg a térded külső oldalát, ha nehéz, akkor itt is tedd le hátul a térded, hanem akkor tartsd fent, és esetleg nézzél fel az ég irányába, vagy a plafon irányába, hogyha bent vagy, és figyeld a légzésed. Itt is figyelj, hogy a köldöködet próbáld leválasztani a combodról, húzd befelé és felfelé a köldököd, ahogy mélyíted a csavarást. Bonzsa, tartás, belégzéssel emeld meg a karjaidat, nyújtóz fel, kilégzéssel engedd le a karjaidat, lépj előre, belégzés, jönnek fel a karok, és kilégzéssel lágyan simítva a teret, engedd le a két kezedet. Picit megint figyelj, hogy milyen érzetek járnak át most. Mi az, amit észreveszel a testedben? Legyen ez bármilyen érzés, melegség vagy hőérzet, vizsergés, bármilyen oldalbeli eltolódás, figyelheted a légzésed ritmusát, vagy akár a szívverésedet is. Engedd, hogy a lélegzeted finoman megnyugodva egyre hosszabb legyen. És hogyha nem akar csillapodni a légzés, akkor maradj tovább egy picit az állásban, vagy pedig a kilégzésedet, hogyha hosszítod, akkor a belégzés tudja ezt követni, de kérlek, hogy ezt nagyon gyengéden tedd meg, ne erőszakosan, hanem csak hagyd, hogy mindig egy picit nyugodtabb és nyugodtabb legyél. Figyelj! Következő belégzéssel kezdj el megnyújtózni mindkét karoddal felfelé, és a kilégzéssel egy székpózba gyere. Székpózon keresztül engedd rá a mellkasod a combodra, engedd megint egy picit lógni a fejedet, és esetleg fogd össze a két könyöködet, és engedd, hogy a gravitáció húzza lefelé a felső tested súlyát. Persze a combod megtámasztja a derekadat, így biztonságban van. Nagyon fontos emiatt, hogy a térdedet hajlítsd, és a derekad az ne legyen a levegőbe, mert ez így nagyon nehéz lehet a deréknak, hanem rá legyen támasztva a combokra. Innen engedd le a két kezedet, és lépjél hátra, gyere deszkapózba. Tartsd meg egy picit a deszkapózt, figyelj arra, hogy ne legyen nagyon kint a feneked, és ne is legyen nagyon lent a feneked, ezt úgy tudod a legjobban beállítani, hogy a csípődnek a tetejénél van egy csont, és ezt a csontot közelíted a bordád aljához, tehát ezt a kettőt, ezt a két csontot közelíted egymáshoz, és úgy tolod el magad a földtől. Most már jó sokáig tartjuk ezt. Belemozdulunk, figyelj, átfordítod a lábaidat, jobb és bal lábadat a külső és belső talpérre, és innen megnyújtózol felfelé. Aztán egy nagy félkört előre nyújtózol, leengeded a kezed, majd átfordulsz a másik oldalra, belégzés, nagy karkörzés, és húzod előre a karodat. Átfordulsz a másik oldalra, belégzés, nagy karkörzés. És visszatérsz a középpontba, még egyszer bal oldal, nagy karkörzés. És vissza a középpontba. Engedd le a térded. És ezt most a következő gyakorlatot, ezt oldalról fogom mutatni. Következő belégzéssel megemeled a jobb lábadat hajlít, bal lábadat hajlítva, és elhúzod oldalra a lábad, a térded, majd elkezded kinyújtani a lábad. Leengeded a lábad a talajra, és itt az segít, hogyha egy picit úgy sétálsz a két kezeddel, hogy nagyjából a térded vonala legyen középen a két kezed között. Hogyha ezzel megvagy, akkor a következő, egyébként ökölbe is szoríthatod a kezed, és úgy is támaszkodhatsz, hogyha nagyon fáj már a csuklónak a támaszkodás. Térd alá mindig lehet plédet vagy párnát tenni. Belégzéssel emeld meg a lábad tehát, és kezd el egy picit mozgatni a lábad, és nézzél utána, ez abban segít, hogy ne lógjon a fejed, ez nagyon fontos, hogy ne lógjon a fejed, és egy picit emelgeted a lábad, ezzel aktivizálva a csípőben lévő izmokat. Állítsd meg a mozgást, és kezd el áthúzni a lábad a másik oldalra, és nézzél el utána, nézd meg, hogy látod-e a talpadat. Nem baj, ha nem, csak próbáld meg, aztán megint húzd vissza a lábad,
Nyújtsd ki, tartsd meg, és húzd át. Nézz utána. Húzd, tartsd meg, és húzd át. Nézz utána. Húzd, nyújtsd ki, engedd le a lábad, és belégzéssel kezdjen megemelkedni mindkét karoddal. Kilégzéssel engedd le a... Elvileg a bal lábunk van kinyújtva, tehát a jobb karodat leengeded, és innen elkezded megemelni megint csak a bal lábadat, hogyha lehet. És itt egy picit elkezded mozgatni a bal lábad, szintén aktivizálva a csípő oldalsó részében lévő izmokat. Aztán állítsd meg ezt a mozgatást, feszítsd vissza a lábfejedet, és nyújtózz el messze a füled mellett. Hogyha ez nehéz, akkor tedd le nyugodtan a lábad, tartsad egy picit, és nyújtózz. Ha lent van a lábad a talajon, akkor is tudsz nagyon aktívan nyújtózni. Aztán gyere vissza, engedd vissza a lábad, belégzéssel nyújtózz fel, és kilégzéssel ugyanazon kezeddel nyújtózz rá a bal lábadra, és az egész jobb oldaladat nyújtóztasd át. Esetleg nézz el a felkarod mellett a belső felénél, nem a külső felénél, hogy húzd hátra a válladat, és úgy nézd meg az eget. Aztán belégzéssel gyere vissza felfelé, kilégzéssel gyere megint négy kézláb helyzetbe, belégzéssel emeld meg a bal lábad, hajlítsd be a bal térded, nyújtózz hátra, és kilégzéssel engedd vissza a talajra. Jöhet a másik oldal, jöhet a jobb láb megemel, kilégzéssel húzd oldalra, nézz utána, nyújtsd ki, engedd le a lábad, igazítsd be a kéztámaszodat, lehető körbe is a kezed, hogyha nehéz támaszkodni, és emeld meg megint a lábad, és kezd el mozgatni. Csak ilyen nagyon pici mozgásokkal aktiválod a csípő oldalsó izmait, ezt érezheted is, amennyire lehet ezt aktiválni. Aztán állítsd meg a mozgást, és kezd el áthúzni a lábad a másik oldalra, nézz el utána, és húzd vissza, tartsd meg oldalt fent. Aztán húzod megint, átnyújtózol, és húzod oldalt, megtartod. Átnyújtózol, és még egyet megtartunk. Aztán engedd vissza a lábad a talajra, belégzéssel gyere, nyújtózz meg felfelé. És kilégzéssel kezd el leengedni most a bal tenyeredet a talajra, nyújtózz a jobb karoddal fel, és esetleg emeld meg a jobb lábad. Itt is kezd el mozgatni a jobb lábad. Aktívan mozgatod. Aztán megállítod a mozgást, és elnyújtózol hosszan messzire. A jobb karoddal, a jobb sarkadat tolod, esetleg leengeded a lábad a földre, hogyha nagyon nehéz tartani. Ha tudod, akkor tartod és nyújtózol. Visszaengeded most már a lábad a földre, belégzéssel megnyújtózol felfelé, és kilégzéssel ráhajolsz finoman oldalra a jobb kezeddel a jobb lábadra, kapupóz, és ha lehet, akkor elnézel a bal felkarod előtt, a belső fele előtt. Majd egy belégzéssel visszajössz, megnyújtózol felfelé, és a kilégzéssel visszatérsz négy kézláb helyzetbe, belégzéssel megemeled, a jobb lábad behajlítod, hátra nyújtózol, és finoman visszatérsz a négy kézláb helyzetedbe. Innen hátul forgasd a lábfejeidet, emeld meg a térded, és gyere lefele néző kutyapózba. Ez a pihenő pózunk, de ez a pihenő póz, ez nagyon hatékony póz is egyben. Nagyon sok jó, jótékony hatása van, felfrissíti az egész testet. Ezt talán említettem már más óráimon is, hogy ezt érdemes lehet napközben is beiktatni ezt a pózt, hogyha picit elfáradtál, úgy érzed, hogy egy kis frissülésre vágysz, akár új ötletre, ugyanis a fejedbe ugye vér áramlik. Aztán gyere megint deszkapózba, engedd le a térded, és szorosan hajlítsd a könyöködet, úgy feküdj le a földre.
engedd le a homlokodat, és lazíts, lazíts teljesen. Én most azért nem lazítok, mert akkor nem hallanátok, hogy mit beszélek. De ti lazítsatok, hátra viheted a kezedet, hátra nyújtóztathatod a karodat, és elfordíthatod a fejed az egyik oldalra. Figyeld meg, ahogy hozzáérsz a talajhoz. Milyen érzés, ahogy érinted a biztonságos anyaföldet. Milyen érzés, ahogy a föld visszajelzést küld neked a szívverésedről, a légzésedről, ahogy a tested pózálóan mozdul. Lazíts. Aztán húzd a két kezed a vállad alá, és onnan egy picit hátrébb, hogy a két hüvelykújjad az nagyjából a melleidnél legyen. Bondi, feküdj le! Bocsánat, a kiskutyám megint itt van. És húzd hátra a vállaidat, kezd el szorítani a két könyöködet, és belégzéssel egy picit emeld ki a mellkasodat. Figyelj arra, hogy a fejedet ne dobd hátra, mert itt hajlamosak vagyunk egyébként, így nagyon megrekeszteni a nyakat, és az energiaáramlást is ezáltal. Az álladat húzd be egy picit, és nyújtózz fejtetővel előre. Húzd hátra a vállad, szorítsd a könyököt, tudom, hogy mondtam, de lehet, hogy a többi instrukció által ezeket egy picit elfelejtetted. Tartsd ezt meg egy picit. Aztán húzd ki oldalra a két kezedet úgy, hogy a jóga szőnyeged mellett legyen a két kezed, és kezdjél el finom kis nyolcasokat rajzolni a fejed búbjával a levegőbe, minthogyha végtelen jelet rajzolnál a fejed búbjával a levegőbe, egyik oldalra és a másik oldalra. Szép lassan. Lehet, hogy ez valakinek ilyen szédítő érzés lehet, akkor még lassabban csináld, de tudatosítsd magadban azt, hogy minden érzetnek és minden érzésnek van létjogosultsága az életben, és tudatosítsd azt is, hogy az idegrendszered, hogyha valamit gyakorolsz, akkor igen könnyen hozzá tud szokni, tehát ez idővel elmúlhat, és ez segíti az egyensúlyodat. Egyik oldalról másik oldalra. Aztán finoman állítsd meg ezt a mozgást, gyere vissza a két kezeddel. Figyelj, belégzéssel, válkörrel hátra emeld ki a mellkasod, picit jövünk feljebb, szorítsd még mindig a két könyöködet, és esetleg nyújtsd ki a két könyöködet egy teljes kobra pózhoz, hogyha lehetséges. Hogyha ez fáj a derekadnak, akkor inkább maradjon hajlítva a könyököd, és csinálj egy kis kobra pózt. Innen hátul forgasd a lábfejed, emeld meg a köldököd, és gyere lefele néző kutyapózba. Figyelj! Következő belégzéssel kezd el megemelni a bal lábad nyújtva felfelé. Kilégzéssel engedd vissza a talajra, belégzéssel emeld meg a jobb lábad nyújtva fel, és kilégzéssel újra érintsd meg a talajt. Figyelj, belégzéssel, ahogy emeled a bal lábad, kezd el áthúzni magad előtt, és a kezed és a lábad közötti területen engedd le a külső talpéledet, hátul pedig a belső talpéleden legyen a lábad, és nyújtózd meg felfelé a jobb karoddal. Tartsd ezt meg egy picit, majd előrefele körözz egy nagyot, hátul nyújtózd meg a lábaddal, és kilégzéssel engedd vissza. Figyelj, jön a másik oldal, jobb lábadat emeld meg belégzéssel, kilégzéssel húzd előre, keresztbe, belső-külső talpél a földön, megnyújtózol felfelé, majd egy nagy kört leengedve a karodat, megemeled a lábad, és kilégzéssel újra visszatérsz a talajhoz. Ezt fogjuk ismételni egy párszor. Hogyha nagyon nehéz, akkor pihenjél. Belégzéssel tehát emel a bal láb, kilégzéssel elhúzod a jobb előtt, leteszed belégzés, megnyújtózol, nagy karkörzés, letesz a kéz, belégzés, nyújtózol hátra a lábaddal, kilégzés, leenged, jön a jobb láb belégzés, kilégzés, keresztbe, leteszed a talajra, belégzés, nyújtózol fel, és elől leengeded a karod. Belégzés, emel a láb, és kilégzéssel vissza. Hogyha úgy érzed, hogy jó erőben vagy, akkor kipróbálhatod a következőt, belégzéssel nyújtózol fel, kilégzéssel áthúzod a lábad, megtartod a levegőbe fent, így nyújtózol fel, végig fent van a bal lábad a levegőbe, úgy nyújtózol hátra,
és vissza. Ha ez nehéz, akkor maradsz az előző verziónál. Belégzés jobb láb emel, kilégzéssel húzod át, vagy fent van a lábad a levegőbe, vagy lent a földön, nyújtózol, és emeled, és vissza. Na még egy kör, gyere, belégzés emel a bal láb, kilégzéssel húzd át, vagy fent van a levegőbe, vagy megtartod, nyújtózol fel, és vissza, és még egyszer belégzés jobb láb emel, kilégzéssel áthúzod keresztbe, belégzés emel, akar, emel a láb, majd visszatérsz a talajra, engedd le a lábaidat, ülj hátra a sarkadra, és egy picit megint mozgasd át a csuklóidat, finoman. Picit meg is rázogathatod, hogyha jól esik. Jól lerázva minden feszültséget. Jó, szuper. Figyelj, belégzéssel gyere fel térdelésbe. Itt használhatsz bátran plédet a térdeid alá. Majd kezd el kinyújtani a bal lábadat előre, és kezd el behajlítani a bal lábad, majd kinyújtani. Hajlítsd, és nyújtsd, és engedd, hogy a medencéd minél mélyebbre süllyedjen, hogyha lehet, hajlítod és nyújtod. Ezzel érezheted, hogy a jobb csípő horpasz izmodat elkezded nyújtóztatni. Aztán állítsd meg a mozgást, hogy picit benne maradunk ebbe a pózba. Emeld meg a karjaidat, hogyha lehetséges, és csinálj fönt egy káli mudrát. Nézzél előre, húzd be az állad a torkod irányába, és fejtetővel nyújtóz felfelé. Bontsd a kéztartásodat, engedd le a két kezedet, kezd el kinyújtani a bal lábad térdét, és itt, figyelj, támaszkodj le a földre, és innen próbáld meg megemelni egy picit a bal lábad, aztán visszaengeded a talajra. Megemel a bal láb, és vissza, ez csak egy minimálisan. Megemeled, és vissza, megemeled, és vissza. Behajlítod ismét a bal lábad térdét, leteszed a jobb kezedet a talajra, és belégzéssel nyújtózol egy nagyot felfelé csavarásba, köldököt szintén leválasztod a combodról, vagy így maradsz, vagy pedig hátul megfordítod a lábfejedet, és megemeled a térded. Nézel magasra fel. Ebbe most benne maradunk, ebbe a pózba egy picit, jól esően. Nyújtózol felfelé, és hogyha benne van a testedbe, és nem esik össze ettől a mellkasod, akkor a felkarodat elhúzhatod a füled mellett, de úgy, hogy nem előre fele nyújtózol, hanem a füled mögött nyújtózol el, és még mindig felfele tekintesz. Innen bontsd a kéztartást, engedd vissza a kezed, engedd vissza a térded a talajra, forgasd ki a lábfejedet, és lépjél hátra a térdeddel. Belégzéssel szép lassan csigolyáról csigolyára emelkedj fel, majd nyújtsd ki előre most a jobb lábadat, és kezd el behajlítani a jobb térded, nyújtod, hajlítod, és nyújtod. Ezt ismételed egy párszor, figyelj arra, hogy a bal csípő horpasz izmodat elkezded nyújtóztatni, ezt is csak finoman. Aki sokat ül, vagy sokat fut, annak ez nagyon jól eshet, ez a nyújtóztatás. De fontos lehet, hogyha ez az izom be van feszülve, vagy meg van rövidülve, akkor inkább úgy nyújtani ezt az izmot, hogy mondjuk napközben egy picit hosszabbat lépsz. Ez egy jó kis tipp lehet. Figyelj, benne maradunk a pózban, engeded süllyedni a medencédet, és belégzéssel elkezded megemelni a karjaidat, összefűzöd az ujjaidat, kivéve a hüvely kis mutató ujjadat, káli mudra, és itt egy picit behúzod az állad a torkod irányába, és úgy nyújtózol a fejtetőddel felfelé. Nyitod a mellkasodat, engeded a csípődet nyújtózni. Aztán óvatosan bontsd a tartást, engedd le a karjaidat, kezd el kinyújtani a jobb lábad térdét, egy picit léphetsz hátrébb a kezeddel, és innen, hogyha lehet, próbáld meg megemelni egy picit a jobb lábadat, csak egy picit megemeled és visszaengeded,
Megemeled és vissza. Ha nem megy, nem baj, akkor csak nyújtsd ki. Aztán hajlítsd újra vissza. Most a bal tenyeredet helyezd le a jobb első talpéled mellé, és innen kezd el megemelni a jobb karodat felfelé, a köldöködet húzd, felválaszd le a combodról, és esetleg nézzél bele a tenyeredbe. Hogyha lehet, akkor itt is kipróbálhatod azt, hogy hátul forgatod a lábfejed, és megemeled a térded. Maradhatsz így is, vagy a következő verzióban elhúzod a felkarod a füled hátulja mögött, anélkül, hogy beesne előre a karod, hátul húzod, és úgy nézel felfelé. Ez egy nagy-nagy csavarodás, és közben a köldöködet végig felfele húzva tartod. Óvatosan engedd vissza a térded, engedd vissza a kezed, forgasd ki a lábfejedet, lépjél hátra. Tenyerekkel támaszkodj meg a talajon, hátul emeld meg a térdeidet, és gyere lefele néző kutyapózba. Jól esően nyújtóztasd meg a hátad, és az ülő csontjaidat told hátra és felfelé nagyon-nagyon magasra. Jó, mélyeket lélegezz. Aztán óvatosan engedd vissza a térded a talajra, ülj hátra a sarkadra, ülj ki a lábaid mellé, és úgy helyezkedj el egy ülésbe, hogy a két lábad az nagyobb terpezben legyen, mint a csípőd. Hátul támaszkodj meg a két kezeddel, és kezd el leengedni mindkét térded, megnyújtóztatva ezzel a csípőd oldalát. Aztán a másik oldalra is engedd le a térdeidet, ezzel forgatva egy picit a csípő ízületeden. Ugye ez egy gömbizület, és minden irányba tud elvileg mozogni. Nagyon sok izom, in, szalag tartja ezt az ízületet. És esetleg megpróbálhatod azt, hogy kéz nélkül átfordulsz, átfordulsz a lábaiddal, hogyha lehet, megpróbálhatod, én közben kicsúszok itt a képből, visszajövök, átfordulsz, és átfordulsz. Na még egyszer. És hogyha ezzel megvagy, akkor engedd össze a két talpadat a Baddha-konászanához, egy picit bele is billeghetsz, hogyha jól esik. És itt megfoghatod a bokáidat, átkulcsolhatod a két lábfejedet, hogyha lehet, vagy pedig hátul is támaszkodhatsz a talajon. Itt arra figyelj kérlek, hogy ne legyen nagyon összeesve a mellkasod, illetve a vállad, hanem mindenképpen olyan támasztékot találj magadnak, ahogy ki tud húzni magad, hogy nyitott maradjon a mellkasod, amennyire ez lehetséges. Jó, tehát ez függ attól, hogy milyen hosszú a törzsed, vagy a karod, és ahogy ebbe belehelyezkedsz ebbe a pózba, már elkezdünk egy picit a relaxáció felé lassulni. Nyújtózol fejtetővel felfelé, és finoman, ahogy behunyod a szemedet esetleg, csak ha jól esik, akkor lazítsd el az arcod izmait, lazítsd el a homlokodat, az állkapcsodat. Figyelj arra, hogy ne szorítsd a fogaidat. Lazítsd el a nyelvedet, lazítsd el a vállaidat, engedd ellazulni a hasadat, és tudatosítsd a hasadban a finom mozgását a lélegzetednek, ahogy a rekeszizmod letolja a belső szerveidet ezáltal. Ugye elkezdenek mozdulni az alhasi szervek, elkezdik átmasszírozni egymást, ami nagyon jót tesz az alhasadnak, hiszen oldhatja a stresszt, illetve oldhatja a hasban felhalmozódott zsírt. Tehát egy hasi légzés az rengeteg sok mindenre jó lehet. És csak figyeld a köldököd mozgását, ahogy pulzálóan ki és be áramlik. Lazíts. Engedd közben a csípődet is lazulni. És figyeld a légzésed, ahogy egyre puhább és könnyedebb.
tudatosítsd, hogy a figyelmeden megajándékozod a testedet, megajándékozod saját magadat, ahogy árad a szeretet teljes figyelmed a lényeden, a megtestesült éneden, a testeden, ami otthont ad számodra. Légy hálás ezért a testért. Aztán óvatosan kezd el kinyitni a szemedet, finoman kezd el a kezedet a térded külső oldalára vinni, és onnan húzd össze a lábaidat a kezed segítségével, és most a szőnyeget közepén helyezkedj el, kezd el hátra nyújtóztatni magad, hogy finoman földet érsz, a két talpad maradjon a talajon, engedd, hogy a tarkód az bele simuljon a talajba, és kezdj el elnyújtózni a két kezeddel a sarkad irányába. Innen egy kis joga hidat fogunk csinálni, először dinamikusan, aztán megtartjuk. Belégzéssel kezd el finoman, lassan csigolyáról csigolyára először a medencédet, aztán a hátad, de megemelni, legvégül a válcsúcsokra állj rá, aztán kilégzéssel ugyanúgy először a lapockád érinti a talajt, hátad, közepe, derekad, és utoljára jön a medence. Belégzés medencéből indul, lassan hát, közepe, vállak, kiemeled a mellkasod, válcsúcsokra állsz, aztán finoman vissza, szép lassan visszatérsz a talajra. Na még egyszer. És aki éppen hölgyek közül menstruál, vagy bármilyen nőgyógyászati problémája van, az maradjon ennél a dinamikus verziónál. Hogyha nincs ilyenről szó, akkor ki lehet tartani ezt a pozíciót, és a következőkben én ki is fogom tartani, tehát hogyha van kedved, akkor gyere velem. Hogyha nem, akkor tartsd folyamatosan mozgásban a medencét, tehát fel is leengedve, ahogy az előbb is csináltuk. Hogyha kitartod, akkor esetleg megpróbálhatod, hogy hátul összefűzöd a két kezedet a hátad mögött, és így még jobban összeengeded a vállakat, hogy a váll csúcsra tudjál támaszkodni. Engedd, hogy a két térded az ne essen szét, hanem párhuzamosan maradjanak a combjaid, és ezáltal a térded, mintha szorítanád össze. Tartsd meg, ezzel fogod érezni a farizmodat is, hogy bekapcsolódik. Tartsd meg, vagy pedig folytasd a dinamikus verzióját a gyakorlatnak, és innen esetleg kitolhatod még magasabbra a medencédet. Az a fontos, hogy a tarkódat szorítsd bele a talajba, és innen egy picit, mintha megemelnéd az állad, tartsál ellen, ez jót fog tenni a nyakadnak. Hogyha benne voltál a megtartásban, akkor bontsd szét a kéztartásodat, és megint csak lassan, szépen, csigolyáról csigolyára engedd vissza magad a talajra. Egy picit pihenj meg, ahogy megérkeztél a talajra, majd húzd fel a jobb lábadat, húzd fel a bal lábadat, és egy picit kezd el átringatni magadat a talajon, átmaszírozva ezzel a keresztcsontodat. Aztán megállítva ezt a mozgást, fogd meg külön-külön a két térded, és kezdjél el egy kört rajzolni az egyik térdeddel kifelé. Három kört. Amikor megvolt a három, akkor változtassál irányt. Másik irányba is három kört rajzoljál a térdeddel a kezed segítségével. És hogyha megvolt a három kör, akkor most indítsd el a másik lábad is egyik irányba, három kör, szép lassan. És a másik irányba is három kör, szép lassan. Aztán állítsd meg ezt a mozgást,
Kezd el beletolni a derekadat a földbe, emeld el a lábaidat úgy, hogy a két lábszárad az párhuzamos legyen majd a talajjal, viszont itt nagyon el akar távolodni a derekad, itt kezd el visszatolni, ezzel bekapcsolod a hasizmodat, nyújtózd meg a két karoddal felfelé a plafon irányába, vagy az ég irányába, és jobb alagyfélteke összehangoló gyakorlat következik, a jobb lábadat kezd el kivinni, és a bal karodat is oldalra vinni, aztán gyere vissza, húzd vissza, aztán jöhet a bal láb jobb kar oldalt, és kilégzés vissza. Nem baj, ha nem ér le a térded, vagy a combod, ez nagyjából azért viszonylag kevés embernek ér le, tehát ne aggódj el emiatt. Inkább figyelj arra, hogy az ellentétes karod és lábad mozdítsd egyszerre. Finoman vissza, na még egyszer. És vissza. Figyelj, hogyha megvoltál ezzel, akkor nyújtsd ki a lábaidat, nyújtsd ki a karjaidat. Ugyanez a gyakorlat, csak felfele és lefele nyújtózunk. Tehát a lábadat elkezded a talaj irányába vinni, és a karodat is, a fejed fölé vinni. Jobb láb, bal kar. Finoman vissza. És jobb kar, bal láb. És finoman vissza. Na még egyszer. Nyújtózol, közben szorítod bele a derekad a földbe, és vissza. Még egyszer a másik oldalán nyújtózol, és finoman visszajössz. Utoljára mindkét oldalon egyszer. Hármat csinálunk mindenből. Megnyújtózol, és visszahúzod. Húzd be a térdeidet, picit megint csak mozgasd át magad. Engedd le a talajra most a talpaidat, nyújtsd ki oldalt a két karodat, és fektesd le mindkét térded az egyik oldalra, és így nyújtóztasd a derekad alsó szakaszát a csavarásban, közben a csípőd is belemozdul. Aztán gyere vissza, másik oldalra is nyújtóztasd el a lábaidat, ebbe is maradj benne egy picit, ellentétes oldalra nézzél el, jó mélyeket lélegezzél. Óvatosan gyere vissza. Kezd el beleszorítani megint a derekad a földbe. Jól rázd le a kezedet, lábadat megemelve a lábaidat. Jól rázd le. Állítsd meg a rázást. Figyeld meg, mi maradt utána. Ha úgy érzed, hogy nem történt semmi, akkor bátrabban rázogasd a lábaidat, karjaidat. Én ezt szeretem jó sokáig csinálni, ez nagyon jó stresszoldó egyébként, ezek a rázások, remegések, nem csak direkt lehet csinálni, de az állatvilágban meg is figyelhető, hogy a remegéssel oldják a stresszt az állatok. Állítsd meg a mozgást, és óvatosan húzd fel a homlokodat a térdedhez átölelve a karjaiddal a lábaidat, picire húzd össze magad. Majd innen feküdj el a relaxációhoz, ami nagyon fontos része a gyakorlásnak, hiszen a test ilyenkor tudja feldolgozni az őt ért információkat, tehát ez is egy nagyon jó stresszoldási technika. Feküdj el a földön, hogyha derékfájós vagy, akkor tegyél plédet vagy párnát a térded alá, mindkét térded alá, egy picit megemelve ezzel a térdeidet, medencédet helyes irányba mozdítva. És arra figyelj még, hogy a két lábad az messzebb legyen egymástól, lábfejeket kifele engedd, és a két karod is a törzsettől egy picit távolabb legyen, hogy meg tudjon nyílni a mellkasod, és a vállad el tudjon lazulni. Hogyha tudod, akkor forgasd felfelé a két tenyeredet. Nyújtózz egyet fejtetővel felfelé engedd, hogy a nyakad és a tarkod hosszú legyen, és így lazuljál bele a talajba. Hogyha nehéz neked a relaxáció, akkor is érdemes gyakorolni, hiszen, ahogy mondtam, az idegrendszer is a gyakorlással tud megszokni minden őt ért információt, és azt szokja meg, amihez hozzá szoktatod. Tehát maradj így ebben a fekvésben, kényelmesen lazíts, és tudatosítsd, hogy biztonságban vagy a relaxáció során. Sohajts egy mélyet, elengedve minden feszültséget, és
Képzeld el, hogy a fejtetődön keresztül áramlik be a lélegzeted, és a lábadon keresztül áramlik ki a légzésed. Belégzés a fejtetőn keresztül, és kilégzés a talpaidon keresztül bele a földbe. Képzeld el, hogy a belégzésed a csillagokból áramlik a fejtetődön keresztül a testedbe, és a kilégzés pedig lefelé a föld irányába a talpadon keresztül bele megy a földbe, tápanyagként szolgálva a földanyát. Így átlélegzed magadon keresztül az univerzumot és a földet. Belégzés fejtetőn, kilégzés talpakon keresztül. Aztán engedd el ezt a vizualizációt, és tudatosítsd magadban, hogy a tested pihen, lazít, és a figyelmeddel egyre mélyebbre süllyedsz tested belső energiamezeje felé. Engedd ellazulni az arcod izmait, az állkapcsodat. Engedd ellazulni a vállaidat, a karjaidat egészen az ujjaid legvégéig. Engedd ellazulni a törzsedet, a hátadat, mellkasodat és a hasadat, a hasad összes szervét. Engedd ellazulni a medencédet, a medencédben található szerveket és mindkét csípőizületedet. Engedd ellazulni mindkét lábadat teljes hosszában egészen a lábujjaid legvégéig. Tudatosítsd, hogy az egész tested puha és laza, könnyeden pihen a talajon. Aztán újra kezd el tudatosítani magad körül a hangokat, zajokat. És figyeld meg, hogy ezek a hangok, zajok a tér részévé válnak, ahogy feltűnnek, és ugyanúgy el is halkulnak a térben. Minden feltűnik, és elhalkul. Tudatosítsd, hogy nem csak a hangok, de a tárgyak, élő lények, emberek is a tér részei. És te magad is a tér része vagy, ahogy a tér szeretően átölel téged és megtart. Nagyon lassan, finoman érzékelve a tested egészét, a tested formáját, kezd el megmozdítani a kézujjaidat és a lábujjaidat saját tempóban. Hogyha jól esik, akkor kezd el finoman és lassan átfordítani a fejed egyik oldalról a másikra. Ezt tényleg lassan csináld, kérlek. És hogyha jól esik, akkor nyújtózz egy jó nagyot, akár ásításig is nyújtózhatsz. Karoddal, lábaddal az egész törzsödet átnyújtóztatván. Majd fordulj át a jobb oldalra, teljes oldaladra fordulva. Használd akár az alkarodat,
a fejed alá párnaként, és egy picit figyeld meg, hogy hogy érzed magad most a mozgás után, hogy érzed magad azután, hogy a figyelmeddel megajándékoztad a testedet, a lényedet. Aztán a két kezed segítségével told fel magad egy kényelmes ülésbe, helyezkedj el, úgyhogy tényleg kényelmesen tudjál ülni, és engedd össze a két kezed a szíved előtt, úgyhogy a két hüvelykujjad érintse a mellkasod közepét. Nyújtózz egyet fejtetővel, felfelé húzd ki magad. És bármi, ami először eszedbe jut, amiért hálás lehetsz az életedben, azt most idézd fel magadban, és engedd, hogy ez a hála érzete az elárasztja, vagy elárassza az egész testedet. Csak gondolj valamire, amért valóban hálás lehetsz. Teljesen mindegy, hogy mi az. Maga a hála érzés az, ami frekvenciálisan nagyon jól beállítja a test harmóniáját. Köszönjük a testünknek, hogy szolgál minket. Köszönjük a mindenhatónak, hogy itt és most létezhetünk, tapasztalhatunk. Köszönöm nektek, hogy itt és most együtt vagyunk. Hálásan köszönöm nektek, hogy együtt gyakoroltunk a mai napon is. Namaszté! Kedves egészségetekre! Aki nem tudott élőben gyakorolni, a YouTube-on lesz elérhető ez a videó, ingyenesen, továbbra is, és ahogy a múltkori videóban is szeretnénk megkérni benneteket, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, ezzel segítetek minket, de mi meg megpróbáljuk ezt honorálni ilyen ingyenes videókkal. A jövő héten Anikó vár benneteket egy joga gyakorlással, és az utolsó héten pedig reményeink szerint Horvátországból, Brač-szigetéről fogunk jelentkezni a tenger mellől egy utolsó ingyenes jóga órával. Még egyszer köszönöm nektek, hogy együtt gyakoroltunk. Bármilyen visszajelzésetek van, akkor azt nagyon szívesen veszem. Legyen ez bármilyen visszajelzés, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!